A videó és a csatorna főtámogatója a tiptolvaj.com. Na szevasztok, drága rekcsik, hát Double Cannon epizód, úgy vártátok már, és amúgy én is már rettentően vártam, sikerült visszavásárolni mindenkit, aki hiányzott a csapatból, úgyhogy végre valahára tudjuk pörgetni tovább a Double Cannont, jövő héten is biztos, hogy lesz, ez egy ilyen meglepi videó most igazából így a betervezett dolgok, mert ugye nem írtam bele ezt a Double Cannon epizódot a heti órarendbe, de ez most így jön, úgyhogy jövő héten is várhattok egy ilyet is, illetve az ASF-et is folytatom. Most ezeket a sorozatokat nagyon élem, úgyhogy ezeket most pörgetni fogjuk. Aki esetleg nem hát a srácok az előzőket, mindenféleképpen nézze meg, ugye két rész volt ezelőtt, abban elmagyaráztam ugye a szabályzatot is, itt vannak a kezemben a kis kártyácskák, úgyhogy amíg én itten fantasztikusan jártam az arcomat, addig gyorsan megkeverem, és akkor húzunk egy challenge-et mára is. Sőt, kettőt, ugye, mert hát egyet most, meg egyet majd nyilván a második meccs előtt, és akkor megnézzük, hogy mennyire sikerül. Ugye a múltkori mérkőzése jól szerepeltünk, ugye az Eriksen visszatért a csapatba, úgyhogy ismételten fullos kerettel vágunk neki a következő ellenfélnek, ami remélhetőleg egy izgalmas mérkőzés lesz. No, mondj egy számot, léci! Mondjad, hadd halljam, ötös, azt mondtad, hogy ötös, rendben, alulról vagy felülről, haver, legyen felülről, rendben. Egy, kettő, három, nem csalok, négy, és öt. Három rúgott gól, az ötödik felülről, srácok, ez végig is annyira nem a legnehezebb, volt már nehezebb is. Három rúgott gól. Lépjünk be az első mérkőzésbe, és próbáljuk meg megcsinálni a challenge-et. És ha sikerül, akkor hála Istennek, mehetünk tovább ugyanezzel a kerettel, ugye? Szabályzat úgy szól, hogyha nem sikerül esetleg a challenge-et teljesíteni, akkor a többi kis kártyából, 11 kártyából kell húznunk egy pozíciót, hogy kinek a pozícióját kell kicserélnünk egy hulladék bronzra, valami 40-esre, vagy 49-es, 50-es, valami. Hát amik ott vannak a cserepadon, egy olyan játékosra. Reméljük, hogy minél tovább tudunk menetelni. Gyorsan néznék egy olyat, hogy hát Henrynak 4 meccs alatt 8 gólja van, a Piresznek pedig 4 meccs alatt 2 gól, 2 assziszt. Henrynak 8 gól, 4 assziszt. Tehát Henry 4 meccs alatt 12 gólba volt benne. 4 meccs alatt. Azért az egy egészen parádés teljesítmény, az úgy van, hogy meccsenként az meccsenként 3 akcióba vett részt, ami góllal fejeződött be. Teljesen, hogy ő rúgta, vagy ő adta. Ez egy egész erős csapat lesz, 85-ös volt a középpályája, 83-as a csatársora, 81-es meg a védelme. Hát igen, valami ilyesmire számítottam. Hú, hát ott van egy Berardi, az egy Lemar, az egy Fabinho, Prime Rui Costa, ugye egy Bappé, ami nagyon megy, mint az állat, CD-be is van. Hát nem lesz egyszerű, srácok. Alapban... Sok lesz a hang, le is veszem, mert bele fog hallatszódni itt a dolgokba. Nos, srácok, nos, meg kéne nyerni, elős csapata van nagyon. 3 gólt kell rúgni, ugye győzelem az... nem tudom, hogy beszéltünk meg, hogy a győzelem az alapból bele van-e kalkulálva a mérkőzésbe. Hogyha mondjuk 4-3-ra nyer az ellenfél, akkor az sikeres challenge-nek számít-e? Erre nem emlékszem, megmondom őszintén. Megmondjátok úgy is. Hát először is nézzük meg, hogy mi lesz a meccs végeredménye, és akkor meglátjuk. Na gyerünk, Orié! Na nézzük, Rui Costa. Összeesik a Rui Costa. Bappé lő, és be is fordul, és 1-0-ra vezetnek. Vezet az ellenfél, hát egészen érdekes, hogy egy ilyen nagyon-nagyon minimális apró területen hogy az anyámba fért el a Bappé, és hogy nem akadt meg a védőbe a lövés, igazából ez az, amit nem értek. Ne, rendben, hát igazából 1-0 oda, ez simán behozható még. Talán, hogyha Matuidi nem szerelne ilyen pofon egyszerűen. Egyből tovább, nem jó a passz. Az a passz sem jó. És átfolyik Bappé. Hát ott lesz a második, akkor valószínűleg így is van. De elég szánalmas eddig, ami itt történik a mérkőzésen, hogy egy 93-as Prime
játékosnak a passza jelenleg olyanok, mint két hulladék szardarab. Ilyet se ritkán látni azért ebbe a játékba. És most nyilván nem az a szegény Anit szeretném szídni, csak nem értem, hogy miért nem pontos körülbelül a 2 méteres kis passz. Úgyhogy a gyerek egyáltalán nem játszik, jó lesz hozzá kell tenni, úgyhogy még simán meg is nyerhetem a mérkőzést, mindezek ellenére. Így is van, Modric! Ah! Ott a széle, Arié. Nem tudom, hogy possessionön voltam-e eddig. Igen, ő a gépet használja védekezésnek amúgy. Ari. Oké, 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 mester, akkor meg se szólaltam. Hát milyen gó volt ez? Úgy alá pöcköt! Ari, Pires, ez egész szép játék volt. Pires! És nem tudja kilőni a sarkot. 88-as Pires teljesen wide open-en volt a kapu előtt, és még el se találta azt. Igen, hát ez a meccs, ez ebből fog állni, gyerekek, hogy nem. Tehát, hogy ilyen fix zicsereket nem fog tudni berúgni, mert egyszerűen a játék azt akarja, hogy ma ne. Ilyeneket, tehát egy prime kártyának találjuk már a kapu, de tényleg, tehát múltkor is volt, én az egyik draftban emlékszem rá, ott voltatok biztos többen is, amikor a prime, az Van Basten talán, vagy nem is tudom ki, egyszerűen, nem, a Ronaldinho is volt, hogy nem talált el a kaput. Úgyhogy teljesen egyedül volt. Senki nem volt rajta, és a kaput se találta el. Az attackingon vagyok, és sajnos nem elég, tehát... És a Fabinho is szétszed amúgy, majdhogy nem. Még nem, nem szed szét, de majdhogy nem. Húú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 ú
Szargó volt amúgy, ezt meg kell, hogy mondjam, ezt nem is értem, hogy ment be. Ilyen gólokat én szoktam kapni általában, hogy így random nyom egy lövést az ellenfél és gól. Hát ez most az volt, most a Prime Henry konkrétan lehozta. Még egy gól kéne, és akkor megvan a challenge. Oh. Jó. Eriksen. Jó. Jó. Ez az! Ez már akció! Ezt már szeretem! Puuu! 3-2! Na! Ezt már szeretem, na végre valami, ami tényleg úgy nézett ki, mint egy támadás, és ki is lép a srác! Ki is lép a srác? Hát így néz ki egy akció, kérem szépen! 3-2! Egy 2-0-ás hátrányból nem játszott jól a gyerek, ne, egyáltalán nem játszott jól. 3 lövése volt, nem volt jó. Ezt meg kellett nyerni, ugyanúgy, mint a múltkori draft döntőben, amit láttatok is legtöbben megint csak. Amikor 2-0-ra fordítottam 6-2-re, hogy mennyire, nem. Tehát ez enyém volt ez a meccs teljes mértékben. Ezt nem is értem, Ari 3 gól. Nem volt mindegyik a legszebb, az utolsó az tényleg jó volt, az tetszett nekem is, a másik kettő annyira nem. Megvan a challenge, úgyhogy nem kell használnunk a pozíció kártyákat, vagy mi a neve ezeknek, úgyhogy nézzünk egy másikat. Ha nem is tudom már pontosan milyen kártyákat írtam meg, hogy milyen lehet. Azt tudom, hogy 3 gól, 4 gól, illetve 5 rúgott gólos is van. Úgyhogy, ja. Hát alapvetően ugye ennek a mérkőzésnek 3-0 vége, mert hogyha valaki feladja ugye így az ilyen labdarúgásba, és ugye az 3-0-nak felel meg. Na mondj egy számot ismét. 3 legyen, mert 3 gólt rúgtam, mondjuk, mit szóltok hozzá? Szerintem igen, mondjuk legyen alulról, fel most elmondjuk alulról. Tehát, 1, 2, 3. Megint a nehéz jön, gyerekek. Pontrúgás, gól plusz győzelem. Hát ugye... Ez lehet, hogy a 11-es, lehet szabadrúgás, lehet szöglet, nem lesz egyszerű. Nem lesz egyszerű, bakker, nem lesz egyszerű, mindegy. Próbáljuk meg. Nos, dupla ellenfelem van a mai nap, ezek ketten játszanak ugye, bejött egy quest is, és valamilyen közép kategóriájú csapat elvilegben, így is van, egy közép kategóriájú csapat, egy Premier League keret. Gyors játékosokkal bizony, Son, Mané, Willian és Musonda szélen.
középpályás, elég erős Ward, és egészen gyors csapatról beszélünk most az ellenfél részéről. Úgyhogy kapja vissza a kényszerítőt a honfitásról, így is van. Arra jön a Pires. Pires. William. Jön a mester, és a mester be is veri. Így is van abban a másodpercben, 1-0. Tizedik minutum, ami 11-be áttorkolott. Már ez egy egészen egyszerű akció volt. Hatalmas luk tátongott ott, és hát onnan a mesternek probléma nélkül megy ez. Gyerekek, tizedik minutum, mégiscsak azt írta be. 1-0. Eriksen, szöglet. Jó, az még jó lehet, Nem az Arnival kéne mondjuk beadni, és magas úriem, Williamnál kéne beadni mondjuk. William. Zűk, Pires gól! Szabadrúgás helyett a szöglet gól! Megvan a pontrúgás találat! Yes! 2-0! 15. minutum, Robert Pires! Yes! Baby! Végre! Magasabbra emelkedik, mint bárki más. Magas ember a Pires. Yes, gyerekek! A challenge jelenlegi szituációban megvan. Most már csak azon kell gondolkozni, hogy széjeverjük az úri embereket, és akkor meg is vagyunk. Na gyere, Henri, ott a csel, szép. Főnök, szép. Henri, ott a sarok. Rakitic, a lövés cseh. Jó, szöglet. Henrival nem adjuk be, Rakiticsel viszont igen, a röviden az Henrinak jó lehet ez még. Jön is, Thierry gól! 3-0, Titi Henri, yes, baby! 19. minutos. Bődületes ágyugójót fejett megint az öreg. Így van. Így van, tanár úr, így kell csinálni. Bezony második. Gyerekek, ezt a csenet, ezt duplán megcsinálom nektek most. Yes, harmadik. Azért a cseht ezt nem ilyen egyszerű megülni, Pires. Eriksen a közepe, jön a Modric helyett, jön a Willian, és a Willian be is passzolja a negyediket. Itt ki kell lépni, haver. Ez a mérkőzés, ez nem okoz problémát. 31. perc, 4-0. Így van, és átad a túloldalra, és a bepassz. Cseh majdnem ki tudta szedni, de azért nem. Igazából jól támad a srác. Annyi kicsit önzőek, nem passzolnak egymásnak, de a támadással alapvetően nincs is baj, a védekezésnél nagyon-nagyon nem jó, nincs összhangjuk. Úgyhogy, hogyha ketten vannak, akkor valamilyen szinten szerintem még könnyebb is lehet a játék, mert nem nagyon érzik egymást. Például most William, Henri pedig nem tudom behúzni az ollót. Most már gyárcsrácok, csak a szépségre megyek innentől kezdve. Nézzük. A lövés. Erő az volt benne, helyezés annyira már nem. Kéne még egy szabadrúgást. Kilőnék az Henrival még egy szabadrúgás gólt. Na, hát itt a fél, de srácok, 4-0. Kaput nem találtak a srácok, lehet kifognak, most nem tudom, hogy kifognak lépni. Még nem késő beszerezni a regcsis termékeket. Srácok, a leírásban megtaláljátok a shoplinket, válogassatok kedvetekre. És legyetek menők még ma. Szerintem tudják azt, hogy ez a meccs az enyém már. Így tényleg minden így nagy képviséget félretéve ezt valószínűleg nem fogják már visszahozni. De lehet, hogy játszanak attól függetlenül tovább. Teljesen respektálható jelenség, hogyha valaki 4-0-nál, 5-0-nál, 6-0-nál nem lép ki. És a srácok is úgy döntenek, hogy folytatják. Én ennek örülök, mert hátra tudom az Henriéknak a gólátlagát növelni. Illetve hátra tudok nektek valami szép akciót megcsinálni. Az viszont 11-es lesz. Akkor nem, pedig annak 10-nek kell találnia. Így van. Csel! Úristen, William, gyönyörű volt. És az Henri jön is. Így is van. Hoppa. Ezt nem látta senki. Igen! Hát azért lehet ezekkel villogni bőven. Nézzük a beadást. Rábízom a Rakitic, az előbb jó adta be nagyon. Mondjuk a Willian is. Nézzük. Modric, Eriksen, a lövés, ez is beleakad a védőbe, helyett ez nem védő, Wardiba akad bele, aki nem egy védő, ugye ezt tudjuk, William, nézzük, William. Na, Arinak a röviden nagyon-nagyon jó lesz ez a laszti. Helyett az Oriének, aki... Ben láttam. Nem ment be.
Jó, Henry, be kell passzolni, így is van, 5-0. Thierry Henry, gyerekek, megrúgja itt is a Mester 3-ast. Yes! Smalling a legjobb játékosa szerintem jelenleg az ellenfélnek. Nem volt les. Henry, nem volt les. Legyünk önzetlenek? Nem leszünk önzetlenek, megrúgjuk a 6-odikat is. Így is van. Gondolkodtam az önzetlenségen, de hát ezzel az úriemberre nem tudok nem gólt rúgni. Úgymond, 6-0. Így is van ott a következő, annyira pontos ez az úriember, imádom ezt a palit, 7-0. Köszönjük szépen. Azért beütötte srácok, tehát... Henry 5 gólos. Micsoda statisztikái lesznek ennek a palinak majd a végén. Ahogy is van. Így is van. És ott a következő. Egy kicsit kellett szerencséskedni, de Henry megrúgja a 6-odikat. Ott már mondjuk kérdeztetek teljesen joga, hogy a Modricom én nem vállaltam el, mert nem. Tehát mással nem lehet elvállalni, csak Henryval szerintem. Ez a meccs, ez teljesen az övé. 6 gólos már. Ki se fér egy sorba a gólizéje, az, hogy hányadik percbe rúgta. Így van. Hibátlan volt. 9. Hát ez már tudjátok, ez már az a rész, hogy... hogy kipasszolni teljesen. Fordi! Hover! De sajnálom őket amúgy picit, mert ezt is elrontották. Hát 9-0, akkor a végén nem lett meg a mágikus 10-es. Nagyon sokan 10-0-át kaptak. Hát 6 góla Alinek a neve mellett. Az azért nem szar. Eriksen 25-25. Pontos passz. Hát srácok, a pontrugás challenge-et igazából duplán is teljesítettek. Ugye 2 szöglet gólunk lett. Szöglet fejes, ugye Pires és Henry neve mellett volt ez a 2. Úgyhogy ismételten nem kell használni a kis pozíciók kártyákat. Így nem fogjuk srácok folytatni. Remélhetőleg, hogyha így haladunk tovább, mint most, akkor tényleg sikerül megcsinálni ezt a 10 részt. Ugye még 7 darabra van elég szerződésük a srácoknak. Aztán meglátjuk, és hogyha srácok tetszenek ez a sorozat, akkor mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot, mert lehet, hogy lesz még ilyen, hogy legendákkal, akár egyel, akár 3 legendával, vagy 2-vel megint meglátjuk, megint csinálunk majd valamilyen kis sorozatocskát. Ja, úgyhogy ezt értékeljétek mindenféleképpen itt a kommentbe, a leírásba, várjátok. Na, srácok, jókatek, vigyázzatok magatokra, és találkozunk egy következő epizódban, vagy live-ban, vagy majd. Valahogy biztos, hogy is minden nap találkozunk, úgyhogy ez a sose lesz baj. Puszi a benneteket, és jó perc. Tell me how I'm getting home.